Dombi Gerzson a falutól nem messze lévő TSZ-ben dolgozott még a rendszerváltás előtt, mint takarmányos. Amolyan megrögzött taglegényként élte az életét, pontosabban a munkahelye és a kocsma volt az élete. Idős szüleivel hármasban éltek egy kis parasztházban, nem messze a principális csatornától, Murakeresztúr település, Kolátszeg falu részén. Egy késő őszi reggelen aztán úgy döntött hirtelen felindulásból, hogy kiveszi az egész éves szabadságát, és nap mint nap felmegy majd a szőlőhegyre, hogy kipihenhesse az alul képzett TSZ főnökök butaságai okozta agysorvadást. Bár az ő agya sem volt éppen tűzhányó, ezt azért meg kell hagyni, mégis elég nehezen viselte a sok ostobaságot, amit a kisfőnököktől hallott. Egyik másik a faéknél is egyszerűbb volt, némelyik meg egyszerűen a döngölt földdel volt egyenlő. Egyébként egy pár évvel korábbi eset tette be nála végleg a kaput, azóta volt képtelen tisztelni a munkaadóit, legalábbis így tisztelettel nézni rájuk. Történt ugyanis, hogy egy kis pluszpénz reményében nyára vette ki az éves szabadságának egy részét, és elment a cukorrépa kapáló brigád vezetőjéhez jelentkezni, hogy ilyen napszámosként egy kicsit kiegészítse a fizetését. Jó napot, Kázmér bácsi! Szervusz, fiam, szervusz! Mi kéne, ha volna? Kérdezte belassulva 70 éves nyugdíj mellett dolgozó alkoholista öreg. Hát, szeretnék jelentkezni 10 napra a répa földre. Jól van, fiam, te csak gyere reggel dolgozni, vagy napközben felírom a neved. Munka közben. Igen, minden nap felírok minden jelenlévőt. Akik ott vannak, azok kapnak napi bért, no. Értem. Akkor reggel ott leszek, mondta Gerzson, aztán meghívta Kázmér bácsit a kocsmába egy sörre, amolyan paraszolvencia jelleggel. Másnap erősen a délutánban voltak már a kapások, ugyanis hát ugye rögtön másnap alkalmazásba is állt, mint napszámos Dombi Gerzson. Tehát már erősen a délutánban jártak, mikor megkérdezte Gerzson a mellette lévő soron dolgozó Bözsi nénit. Mikor szokott jönni az öreg Kázmér, hogy felírja a neveket? Hát mostanában valamikor. A kocsmában hűsül, de munka vége előtt mindig meggyűn, nem kell aggódni. Minden nap befejezik 4-kor a kapálás, Bözsi néni. Minden nap, Gerzson fiam. Te, hány óra van, Gerzson? 3:30. Hány perc van vissza 4-ig, kérdezte hunyorogva Bözsi néni. 30. Jő, olyan sok képet telt teljesen az öreg lány. Na hát ekkor megérkezett Kázmér bácsi is, csörgő-zörgő biciklién, elfektette járművét a földúton, és begyalogolt a répa sorokra, hogy felírja a neveket. Illendően és dadogva jó napot kívánt a társaságnak, majd elővette egy füzetet és golyóstollat. Neve? Jegyzetelt. Neve? Jegyzetelt. Aztán odaért Gerzsonhoz. Neve? Dombi Gerzson. Írni kezdte a brigádvezető, nem mintha nem ismerte volna, de hát ezt követelte a protokoll. Tehát írni kezdte a nevét, vagyis inkább csak rajzolta a betűket. Dombi Gerzson. Gerzson jól látta, mi keletkezik a papíron, így mindjárt segített neki. Nem Gerzson, hanem Gerzson. Ja, igen, aztán átjavította valami más marhasággá. Hát erre Gerzson megint kijavította, de most is csak egy sületlenség jött létre a betűrajzolásból. Még legalább 6 alkalommal nézte végig Gerzson az öreg agyatlan kisfőnök reménytelen próbálkozásait, mire elfogyott a türelme. Kivette kezéből a füzetet tollal együtt, és ő maga jegyezte bele a saját nevét. És ez nem csak, hogy megismétlődött a hátralévő 9 napon, de egyre romlott. A 10. napon már a kíváncsiság nem engedte, hogy Gerzson írja be a saját nevét a füzetbe. Érdeklődve figyelte, mikor kerül normális formában a neve a papírra. Hát mégsem bírta kivárni. Úgy 20 perc után elvette a tollat, és megkegyelmezett az öreg Kázmérnak. Hát így kategorizálta be Gerzson véglegesen a TSZ górékat. Kis górét, nagy górét, igazából mindenkit egy kalap alá vette az ilyen és hasonló esetek eredményeként. Tehát, ahogy említettem, Gerzson napi szintű hegyi turnékat tervezett, és végre eljött az első nap. Élvezettel gondolt rá, hogy a 24 napos függetlenség ideje alatt minden reggel bevásárol egy napra a boltban, felpattan a biciklire és irány a borospince. Befűt a dobkájába, főz, kajál és fröccsözget,
minden egyes arra haladó, hát Liflanderrel, ezekkel a hegyi madarakkal, ahogy mifelénk hívják őket. És ahogy engem is. Na mindegy. Tehát ott is maradhatna éjszakára a nagyobb kényelem érdekében, de fél a szellemektől, így marad a napi ingázás. Reggel 8-kor már a pincében volt. Csapott magának egy kancsó fehérbort, és épp annyi ideje volt még, hogy begyújtson a kájába, mielőtt megtalálta az első ilyen Liflander. A találkozás örömére azonnal nekiálltak poharazni, még a tűzről is megfeledkeztek a nagy ivászatban, nemhogy a főzésről. Egészen délig beszélgettek a TS-ről, a politikáról, egymás és az ismerősök nemi életéről, közben bebegyeltek két kancsó fehéret és egy kancsó vöröset. A tűz meg szépen kialudt, a Liflander pedig elköszönt és indult, hogy saját előfűtött pincéjében jól beszalon, azon aztán aludjon egy nagyot. Gerzson erőt vett magán, és újra begyújtott a kályhába. Már bánta, hogy csak főzéshez való nyersanyagot hozott magával, mert már piszkosul éhes volt, akár egy liter vérét adta volna egy kis szalámért. Alig, hogy meggyulladt a tűz, megjelent a második Liflander, nagyokat sóhajtozva, nem sokkal korábban ugyanis ebédelt, és alig kapott levegőt, annyi babgulyást burkolt be. Az újabb találkozás örömére Gerzson újra csapolt a hordóból. Bocsánat, kiszárad a szám. Aztán a délután folyamán még kétszer töltötte meg a kancsót, így pontosan 6 csapolás fogyott el. Ez ugye nem tűnik egy nagy mennyiségnek, nem tűnik tényleg soknak, de ha számításba vesszük, hogy a kancsó 2 literes, úgy már azért más megvilágításba kerülnek a dolgok. Hát a tűz az megint kialudt, a kaja még mindig nem lett felrakva. Aztán a Liflander elbúcsúzott, Gerzson pedig, mivel kezdett sötétedni és fél a szellemektől, úgy döntött, elindul haza. Se élt, se halt, úgy támolygott a pince előtt, miután így sikerült bezárni az ajtót. Bajlódott az árakkal, reteszekkel, de megoldotta. Nagy nehezen felült a biciklire, és útszéltől útszélig kacskaringózva haladt egészen a princíg, a principális csatornáig. Hát meglehetősen széles a híd. Két személyautó kényelmesen elfér rajta egymás mellett, Gerzson számára mégis keskenynek minősült. Messziről becélozta, hol az egyik szemével nézve, hol a másikkal, hogy át tudjon kelni rajta. Hát nem sikerült neki, mert ahogy odaért, erősen meglódult jobbra a kerékpár, hogy korrigálni tudja a jármű mozgását, egy határozott mozdulattal elrántotta balra a kormányt, és hát másra már igazából nem is volt ideje. Túl nagyra sikerült a balra húzás, és a híd mellett leszáguldott Gerzson a princibe. Mindjárt tudta szerencsétlen, hogy hány hét a világ, szinte azonnal kihúzanodott a jéghideg víztől. Nagy adta teremtettével kimászott a mederből, és szitkozódva hazagyalogolt. Mivel onnan már csak 400 méterre lakott, 3-400 méter, tehát ilyen néhány száz méterre, a bringát a derékig érő vízben hagyta, hogy majd másnap szépen korán reggel megkeresi. Egy 3 méteres botra erősített szalmahúzó kampóval ment ki másnap reggel, még sötétben, nehogy valaki meglássa. Bármennyire is másnapos és lázas az előző esti hideg fürdő, után a bringát ki kell halászni, nincs mese. Biztos volt benne, hogy nincs az az elvetemült alkoholista, akivel ilyen korán találkozhatna a hegyre vezető út hídjánál. Lement a partra, és kezdetét vette a keresgélés. Egy-két perc nyúlkálódás után végre beleakadt a kampó a küllőkbe, és épp rángatta kifelé a vízből a Gerzson, a biciklit, mikor ráköszönt Rókusz az öreg rapsic. Jó reggelt, Gerzson! A picsába, gondolta Gerzson magában. Közben kiemelte a bicajt a partra. Adj Isten, Rókusz, fogytál a hús, hova ilyen korán? Sok a hurok az erdőben, mi? Nem tudom, miről beszélsz, fiam. És te mire horgászol egyébként? Hogy kerül az a bicikli a princibe? Kérdezte. Baleset történt, na Isten áldja, mondta Gerzson, azzal elindult. Legközelebb jobban üld meg azt a nyerget. Veszélyes állat a bicikli, Gerzson fiam, szólt még utána Rókusz, és komótosan elballagott az erdő felé, hogy könnyítsen a hurokba szorult állatok szenvedésén. Amint hazaért Gerzson,
azonnal ágynak esett, durván belázasodott addigra. Orvoshoz nem akart menni, mert minek? Régi módi szüleinek meg eszébe sem jutott, hogy nem csak a házi gyógymódok lehetnek a leghatásosabbak. Pedig szegény anyja azt sem tudta, melyik lábára álljon néha, úgy tanácstalankodott körülötte, ha nem akart lemenni a lázza. Itatta az öregasszony kamilla teával, citromos teával, borogatta állatvizes lepedővel, a homlokát törölgette, és láss csodát, meggyógyult Gerzson. 5 napig feküdt, de meggyógyult. A legutóbbi alkalomhoz hasonlóan, most is már kora reggel a boltban volt, hogy bevásároljon az egész napi, vagyis egész napos hegyi pihenéshez. Ez esetben előre látom kenyeret, lilahagymát, szalonnát és szalámit pakolt magának, hát ha megint megfeledkezne a tűzről, és emiatt maradna el a körülményes főzés, ő pedig éhen maradna. Már pedig nem biztonságos éhgyomborra piálni. Ha valamiben, hát ebben tényleg biztos volt. Hegyfele menet azon bosszankodott, hogy ez a kurva megfázás elvett a szabadságából 5 napot. Egyet már eltöltött a pincénél, a maival együtt az már ugye 7. Tehát a main kívül már csak 17 alkalma lesz rá, hogy zsinórba járhasson a hegyre. Nem baj, gondolta, elég lesz ez is. Megérkezett. A biciklit neki támasztotta a pince falának, levette a kormányról a cekkert, ezt a kis táskát, amit faluhelyen csak cekkernek hívnak, majd kinyitotta a vasalt tölgyfajtót, kirakta a kaját az asztalra, ezután megtöltötte a kancsót fehér borral. Alig, hogy elzárta a csapot, megjelent az ajtóban az egyik múltkori Liflander, 1 perccel később meg a másik is, de ő magával hozta egy cimboráját is. Nagy örömködve üdvözölték egymást. Volt készfogás, válveregetés, hogy vagy, mi van veled, réglátólag, stb. Aztán indult a tivornya és a magas rögtű gondolatok közlése mind politikai, mind űrkutatási, mind szexuális kérdésekben egyaránt. Közben pedig hol az egyik futott a kancsóval a hordóhoz, hol a másik. Mire észbe kapott Gerzson, már nem csak, hogy legalább 10 liter bort ittak meg az alkalmi haverok, de megették az összes kaját is. Viszont akkor ez már egyáltalán nem érdekelte, nem számított. Örült neki a részeg Gerzson, hogy vendégül látott ilyen kedves barátokat. Minél részegebb volt, annál jobban szerette ezeket a naplopókat. A délutáni órákra már úgy puszilgatták egymást, mintha valami buzibárban lennének. Sötétedésig ittak, és miután érzékeny búcsút vettek mindannyian egymástól, Gerzson bezárt, biciklire pattant, hiszen még mindig félt a szellemektől, és elindult hazafelé. Persze most sem volt könnyű dolga az úton, mivel a pajtások megették a kaját, ő pedig éhgyomorra volt kényszerű inni, és úgy berugott, hogy azt sem tudta, hány óra van délben. Tehát még a múltkorinál is jobban be volt ütve. Valahogy sikerült elkacsázni a falu határáig, de a principális újra ugye útját állta, hát pontosabban a híd. Most is, mint a múltkor, külön-külön mindkét szemével benézte az irányt, nehogy elvédse. Beletaposott a pedálba, az utolsó 3 méteren a jobb lába előre csúszott, le a pedálról, a bicikli meglódult balra, és a híd mellett Gerzson a nyergében legurult a princibe. Nagyot csoppant, és most is pillanatok alatt józanodott ki. Köpködve, káromkodva mászott ki a partra, hogy a kerékpárt hátrahagyva hazafuthasson, még mielőtt megfagyna. Jaj, jaj, hova legyek? Fogadta az anyja. Mi történt megente, gyerek? Nyugi, muteres, csak víz, válaszolta röviden Gerzson, majd ledobálta a ruháit és beugrott a dunyha alá. Hát másnap reggel ismét korán ment ki korgászni a princihez, hogy előkerítse a járművet. Még korábban, mint a múltkor, hogy még a rapsic rókus se kaphassa rajta. Egy darabig merengette szemeit a sötétben, és miután megbizonyosodott róla, hogy közel távol nem lát senkit, hozzáfogott a kampózáshoz. Második próbálkozásra megtalálta a járgányt. Amint kiemelte a partra, hát megjelent a hídon rókus. Jó reggel, fiam! Na mi van? Baleset történt, érdeklődött némi kárörömmel a hangjában. Bassza meg, már megint, gondolta döbbenten Gerzson. Mi az maga, sosem alszik? Menjen rapsickodni, ne utánom koslasson. Ne vádaskodj, Gerzson, én sosem tettem olyat, ami ellene megy a törvénynek. Ezt jegyezd meg. Persze, hogy nem. Na, alá szolgálja, köszönt el Gerzson, aztán eltekert. Mondtam már, hogy veszélyes állat a bicikli, Gerzson, kiabált utána röhögve rókusz, aztán vigyorogva, fejcsóválva elindult az erdő felé, hogy megadja a kegyelem döfést a hurokba szorult vadaknak. Ez esetben is ágynak döntötte Gerzsont a hideg.
Mártozás, de nem akármilyen módon. Már 8 napja feküdt, mégsem gyógyult meg a szerencsétlen, pedig mindent megpróbáltak a régi módi szülők. Elbájolták, füröztötték, ráolvastak, még eret is akartak vágni rajta, de azt már nem engedte a beteg. Egyszer még orvost is hívtak neki valamikor a 6. nap táján. Hát Gerzson kapott egy akkora injekciót a dokitól, akár egy ilyen tortadíszítő. A doki meg viszonzás kép egy 5000-est, de az állapot nem javult. Legalábbis úgy pillanatnyilag úgy tűnt. Aztán csodák csodája, a 9. nap reggelén jó közérzettel ébredt Gerzson. Hát nem értette, miféle isteni kegyelemben van része, de a lényeg az, hogy jól érezte magát. Hát talán a 3 nappal ezelőtti fél literes injekciózoka, gondolta, és kipattant az ágyból. Felöltözött, a biztonság kedvéért megreggelizett, és indult a boltba. Erre a napra is megvásárolta a hegyi harapnivalót, majd nagy firifittyel megindult, hogy a pincében héderezhessen egész álló nap. Útközben újra számolta a hátra lévő lazítós napokat. Volt egy nap a hegyen, utána 5 nap fekvés, gondolkodott hangosan. Aztán még egy nap a hegyen, ez eddig 7 nap. Ezután 8 nap fekvés, ez eddig 15. A büdös kurva életbe. A maival együtt már csak 9 napon maradt, hogy gondtalanul tátsam a számat és ásítozzak a hegyen. Ahogy megérkezett Gerzson a pincéhez, minden az eddig megszokottaknak megfelelően történt. Letámasztotta a biciklit, kinyitotta a nehéz tölgyfajtót, kipakolta a kaját és vett a hordóból egy kancsó fehéret. Ivott egyet, aztán hozzá fogott gyújtós vágni. Még meg sem gyújtotta a tüzet, épp csak bepakolta a fátok ájába, már megjelent az első Liflander. Most arra rafináltabb lett Gerzson. Nem érdekelte, hogy nem egyedül eszi meg, amit vásárolt. Mindjárt asztalhoz ültette az alkalmi havert, és közösen bepuszíltak mindent. Nem akart még egyszer megfürödni abban az átkozott princiben, csak azért, mert egész nap éjgyomborra iszik. Jól bereggeliztek, Gerzson már másodszor, hiszen otthon is burkolt a biztonság kedvéért, aztán indult a poharazás. Nagyjából 20 percen belül megjelent 2 másik múltkori Liflander is, és kis idő múlva még 2. Hát onnantól kezdve tetőfokára hágott a hangulat. Úgy ittak, mint akik az utolsó napjukat élik ebben az életben. Az egyiknek a belső zsebéből közben előkerült egy fél literes bolti barackbálinka, és jóformán azonnal hát, el is tűnt. Hát mi az a fél liter 6 embernek? Semmi. Gerzson is sokkal bátrabban piált, tudatában annak, hogy 2-szer is reggelizett, és így már semmi baja nem történhet. Valamelyik előkotolt egy zsebrádiót, és a kabát zsebéből, és a többiek legnagyobb örömére azonnal indult. Még fergetegesebbé vált gyakorlatilag a buli. Megkeresték a Muraszomba csatornáján a Szív küldi szívnek szívesen, vagy valami ilyesmi kívánságműsort, és együtt ordították kórusban az összes általuk ismert slágert, amiket kértek a nagymamák, vagy a szerelmes feleségek, vagy a gyerekek a szülőknek, és így tovább. Főleg a millió rózsaszál és szécsipál számok hozták őket teljesen őrületbe. Olyankor szinte magukon kívül voltak, annyira átadták magukat a dallamok élvezetének. Volt még szkanderozás és egy kisebb verekedés is a pince előtt, de hát hol nincs, hát nem is igazi buli, ahol nem csattan el egy-két pofon. Aztán lassan eljött az este. A Liflanderek elbúcsúztak és elvonszolták magukat. Az egyiket, aki időközben behugyozott, 2 másiknak kellett elcipelni. A házigazda is összeszedelőzködött. Még mindig félt ugye a szellemektől. Hát annak ellenére, hogy reggel 2-szer is evett, legalább olyan illuminátra itta magát, mint a korábbi 2 esetben. Viszont, ahogy említettem, most arra már nagyon elővigyázatos és megfontolt lett. Hazafele kacskaringózva kigondolta, hogy egy másik úton és másik hídon fog átmenni, 300 méterrel lejjebb attól, ahol már 2-szer alámerült a vízbe. Ami esetleg probléma lehet, az az, hogy ez a híd kifejezetten gyalogosoknak készült, fából, nem szélesebb 1 méternél. Végre odaért Gerzson, úgy 10 méter távolságból szemeit felváltva, csukogatva, nyitogatva becélozta a feljárót, rátoposott a pedálra és teljes gőzzel bekerékpározott a hídra. Nagyon elégedett volt magával, alig hitt el, hogy nem vágkázott le mellette a vízbe. Pontosan a híd közepénél csúszott le a lába a pedálról. Elvesztette az egyensúlyát,
nekidőlt, oldalra az elöregedett fakorlátnak, az egy hangos recsenéssel engedett, és Dombi Gerzson a bicikliével együtt egy hatalmas csobbanással belezúnt a princibe. Hát, ez esetben nem volt elég a hátralévő szabadság. Pontosan 2 hetet töltött ágyban, hogy ismét munkába állhasson, azt követően a takarmányosoknál.